Szinte nincs olyan sír, amelyet ne borítanának virágok, mécsesek néhány nappal minden szentek és halottak napja után. Nyíregyházán közel 40 hektár a város fenntartásában lévő temetői terület, ebben a perem részeken lévő sírkertek is benne vannak. A megyeszékhely legnagyobb északi temetője közel 32 hektáron fekszik, régóta temetkeznek ide. Az északi temető betemetését nézve, már 1980-as évek elejétől elhunytakat találunk a temetőben, tehát azt jelenti, hogy körülbelül olyan 150 éve már temettek ebbe a temetőbe, vagy 150 éve elhunyt egyén is van a temetőben. Mivel azonban minden oldalról utak és épületek határolják, nem bővíthető a területe. Hamarosan be is telik, már az utolsó hektár felparcellázását is megkezdték. Sírhelyeket alakítunk ki, hogy a jövőbeni temetések biztosíthatóak legyenek. Mint hogy mondtam, már megkezdődött az utolsó egy hektáros terület parcellásítása, ami beletartozik az utak, a közlekedés útvonalak, a fásítási tevékenység is. A jelenlegi temetési esetszámot, vagy akkor az elmúlt időszak esetszámait figyelembe véve, 4-5 éven belül szükséges egy új temető létrehozása. Mint az ügyvezetőtől megtudtuk, a jogszabálynak megfelelő számításba jöhető területek felkutatása jelenleg is folyik. Olyan helyet keresnek, ahol ravatalozót is ki tudnak alakítani, több helyszín is az opciók között szerepel. Pénzes Tibor szerint a belvárosban nem célszerű sírkertet kialakítani, mert elveszíti szakrális jellegét. Praktikusabb inkább a város szélén egy új, nagyobb temető létrehozása.